Sziasztok! Újra jelentkezik a Sördoktor egy úgymond külön kiadással, ugyanis nem egy napjainkban működő sörfőzdét fogunk egy picit most megnézni, hanem egy olyat, ami noha jogutódjában működik ma is, de valójában egy jó 70-80-100-120 évvel ezelőtt működött igazán, és ez nem más, mint az első magyar részvénysörfőzde részvénytársaság. Amikor Dréher Antalék, még az öregebb Anton Dréher megalapította a modern malátázásra alapozva a sveháti, vagy hát bécsi sörgyárát, és megalkotta a bécsi ászok sört, akkor valami elindult itt Közép-Európában. Maga a Dréher család volt az, aki 1860-as években Kőbányán, Pesten fölépített egy újabb üzemet, és noha ott akkor már voltak ilyen kisebb sörházacskák, lényegében megteremtették a modern magyarországi nagyipari sörfőzésnek az alapjait. Egy nagyon rövid ideig kvázi monopol helyzetben voltak, de ahogy az lenni szokott, ugye Hotelling modell, Lidli és Aldi egymás mellé települ, stb. Ha van egy monopol helyzet egy piacon, amire annyira nem nehéz belépni, akkor általában megjelennek a versenytársak. És az első ilyen versenytárs volt, a nevében is, első magyar részvénysörfőzde részvénytársaság, ami a Barber és Klussmann féle kőbányai sörfőzdékből nőtte ki magát. 1867-ben alakult meg a részvénytársaság, ebben benne voltak a Hagenmacher családnak tagjai, likőrgyárosok, mint például a győri Schwind család, akiknek Budapesten ugye ekkor szeszgyára volt, majd később élesztőgyára is lett. Ugyanakkor a vendéglátás és a szállodaipar jelesebb személyiségei is részt vettek a cég alapításában, amelynek elnöki posztját Lovag Brühl Miksa töltötte be sok időn keresztül. Ha jól emlékszem, ők lettek a Domonyi család is, ugye első Domonyi az nemesi előnév. Lényeg a lényeg, hogy ez az 1870-es években már le is zajlott egy gyár korszerűsítés. Ugye mellettük levő Dréher folyamatosan növelte a tempót, és így ők sem maradhattak le tőle. Nagyon jól mutatja egyébként a cégnek a felfutását a tőzsdei részvényjegyzésük. 1867-ben a 200 forint névértékű részvényük már 700 forintot ért, majd utána egy picit veszítettek a tempóból, és 1877-re visszaesett 206 forintra a jegyzés, viszont utána jött egy nagy üzemfejlesztés, és az 1894-es évre már 1543 forintot ért ugyanaz a 200 forintos névértékű részvény. Nagyon fontos látni azt, hogy az első magyar az jóval nagyobb kapacitással jött létre, mint a Dréher az alapításkor. Ezt mutatja az alaptőke nagysága is egyébként, de a termelési kapacitás is. Ugyanis, így például 1894-ben, amikor először van adatunk erről egyébként, meg megbízható levéltári irat, ezt a nyáron fotóztam be, akkor 314.236 hektoliter sört termeltek, tehát 1894-ben, és az ország több pontján már lerakatokat létesítettek. Ugye ezek azt a célt szolgálták, ilyen pici vidéki raktárak, amit ma is szolgálnak egyébként több sörfőzde esetében, hogy ne a gyárból kelljen közvetlenül kiszállítani, mondjuk a Nyírségbe, vagy Erdélybe, vagy akárhová a söröket, hanem ott van egy nagyobb raktár, oda tömegközlekedéssel, vasúton vagy gőzhajóval elvisszük, és majd onnan helyben szétszórjuk, terítjük a termékeket. A termelésről már beszéltem, igen, a profit. Nagyon-nagyon nyereségesen működött az első magyar, olyannyira, hogy itt a 90-es években az átlagos éves profit az 300 ezer forint volt, úgyhogy az alaptőkéjük 900 ezer forint volt, tehát ha úgy vesszük, az alaptőkét 3 év alatt kitermelte a cég csak profitból. 1900-ban ugye bevezették a koronát végérvényesen Magyarországon, volt egy valuta reform, ezüst alapú forintról átálltak arany alapú koronára,
És ahogy az lenni szokott, az új valuta magával hozott egy újfajta adózást is, ami egy picit megkeserítette a sörgyáraknak az életét, de azért nem vágta őket annyira földhöz. Ebben az időszakban tovább növelték a vidéki raktáraiknak a számát, így például a korábbi Miskolci mellett, meg Debrecen mellett most már Nagyváradon is terjeszkedtek, tehát nagyjából azt, az országnak azt a felét próbálták lőni. Ugye látni kell azt, hogy ekkorra ugye a Dunántúlon már több sörfőzde is van, ott van a Nagykanizsai, ott van a Pécsi, Kőszeg, Sopron, később majd Kaposvár, tehát az ország nyugati fele az úgy el van látva sörrel, az északnyugati ugye az erősen közel van Csehországhoz, oda a csehsörök azért jobban elérnek. Az országnak a keleti fele az, ahová ezek a budapesti sörgyárak érdemben tudnak lőni, illetve hát nyilván az export. Ekkor ugye Fiume kikötőjén keresztül nagy magyar sörexport van a világba, pláne, hogy még ugye a filoxérából nem történt meg igazán a felébredés, és még a bortermelés nem tudta újra visszanyerni régi fényét. 1901-ben az első magyar bevezette a már egyébként 30 éve létező Lind-féle hűtési technológiát az üzembe. Ám nehogy azt gondoljátok, hogy arra használták a hűtést, hogy most majd le lehessen cserélni azt, hogy jéggel hűtik a sört, hiszen eddig az volt a technológia, hogy télen a befagyott Dunából kivették a jeget, és azt a kőbányai pincékbe megőrizték egész évben, amíg újra jéghez nem jutottak. És két cél szolgált ez a jég. Egyrészt az ászokolást segítette elő az üzemben magában. Másrészt, és ehhez kapcsolódik a jéggyárnak a megalapítása ugyanebben az évben, és ehhez használták a Lind-féle technológiát, hogy mivel a kiskereskedelembe ment végül a sör, ahová fahordókban szállították ki, gondoskodni kellett arról is, hogy a kocsmákban is hideg sört ihassanak a fogyasztók, és ezért a sörgyár adta együtt a hordóval a jeget az üzemből, és amikor a Lind-féle technológiát bevezették, akkor a jéggyárukkal állították már elő azt a jeget, amit utána kiszállítottak a kiskereskedelembe és a kocsmákba, és nem pedig a Duna jegét használták ehhez, tehát erre kellett nekik ez a technológia. A profit ekkoriban egyébként már sokkal durvább volt, tehát itt az 1900-as évek elején járunk már, itt már 500.000-850.000 korona körül mozgott a profit, ugye a forint és a korona között duplázódik az átváltás, tehát a korábbi 300.000 forint profit, az itt 600.000 koronának felel meg, ehhez képest viszont sokszor elérték már a 850.000 koronát is, vagy azt is meghaladták. És a részvényjegyzés 1911-re, ugye a korábbi 200 forintos részvény itt most 400 koronát ér, már 7150 korona volt. 1910-ben újra fejlesztik az üzemet, és emellett jönnek az új lerakatok. Az egyik ilyen az Petrozsényban van, ami ugye a déli Kárpátoknak egy ilyen nagy iparközpontja volt. Ott volt nyilván sok munkás, akinek nagyon jól esett a sör, illetve emellett Nagy Károlyban is lerakatot létesítettek, illetve ekkor szabadulnak meg a kőbányai maláta gyárban való részesedésükről. Ugye amikor 1892-94 körül a kőbányai király sörfőzde egy-két év működés után befutcsolt, akkor a mellette levő sörfőzdék fölvásárolták, és közös erővel maláta gyárat hoztak létre belőle. És ennek a részvénypakját 277.200 koronáért vásárolta meg az első magyar, és 735.578 koronáért sikerült végül értékesítenie, tehát még egy árfolyam nyereségre is szert tettek. A háború előtt még két technológiát vezettek be az üzembe, az egyik ilyen volt az, hogy már üvegpalackozójuk volt, a másik pedig a modern hordófejtőjük, és az egész udvart azt a Magyar Kerámiai Részvénytársaságnak a Keramit nevű termékével borították be. Ezek ilyen pici sárga járókövek, Budapesten meg a Európában nagyon sok helyen találkozhattok vele. Ez tipikusan egy magyar terméke volt annak a kornak. A háború alatt nyilván kettős problémája volt a cégnek, nem volt alapanyag, nem volt munkaerő.
alapanyag azért nem volt, mert 1916-ban malátázási tilalmat vezettek be, és nagyon-nagyon pici volt az a gabona mennyiség, amiből dolgozni tudtak. Ezért mindenféle pótszerekkel csináltak söröket, cirokkal, rizssel, kukoricával, muharral, amit csak találtak. Emellett munkaerő hiány is volt, hiszen az embereket elvitték a frontra harcolni. Trianon után ugye teljesen átalakult az országnak a gazdasági vérkeringése, egy egyharmadosra zsugorodott piacot kellett volna ellátnia annak a söripari komplexumnak, annak a szilícium völgynek Kőbányán, aminek az első magyar is része volt, és amely még egy birodalmi méretekhez lett méretezve, illetve komoly exportra, úgyhogy ez egyértelmű visszaesést hozott a sör termelésében, és nyilván ezt okozva a keresletben is, pontosabban a kereslet okozta ugye a termelés csökkenést, és elkezdődtek egyfajta koncentrációk a piacon. Már korábban 1894-től a királyserfőzde maláta gyárra alakításától kezdve működött egy kartell a kőbányai söripari vállalkozások között, ez viszont tovább koncentrálódott, és 1923-ban a Dreher és a Hagenmacher sörfőzdék érdekközösségre léptek egymással, amelyhez nagyon gyorsan csatlakozott az első magyar is. Ez azt jelentette, hogy még külön-külön voltak a cégek, de már közös menedzsment irányította a kvázi tagintézményeket. Ez nyilván indukált további oldalirányú közös vállalatalapításokat is. Ez azt jelenti, hogy ugye mivel a söripar gyengélkedett, viszont nagy tőkét halmoztak fel az addigi sikeres évekből, ezért megpróbáltak olyan iparágokba bevásárolni, ami érintőlegesen kapcsolódott a sörgyártás technológiáihoz, vagy nem. Így ez a koncentráció, tehát a Dreher Hagenmacher első magyar, 30 ezer orsóval alapítottak egy textilgyárat, a Liebig, Liebig, vagy fogalmam sincs, hogy kell kiejteni németül, vagy Liebig, mit tudom én, Liebig, budapesti textilművet, akkor egy a Verni Geródei Maul céggel a Maul kakaó és csokoládégyár értét, érdekeltséget szereztek a Gróf Károlyi László féle üveggyárban, illetve az Asbestos vegyi és technikai cikkek gyárában, gyára a részvénytársaságban is, majd 1924-ben elindították közösen a Dreher Brandy és Dreher Rumok gyártását, illetve az amsterdami Wijnand Fokking céggel új likőrgyárat is építettek. Ez a Fokking, így írják. 1926-ra teljesen egyértelművé vált, hogy a korábbi piacaikat elvesztették, emiatt visszafordultak a sörgyártáson belül egy félkész termék felé is, és elkezdtek malátát exportálni egész Közép-Európában és Nyugat-Európában. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy bizony pilzeni, müncheni, bécsi maláták már ekkor léteztek, és ezeket készítette a gyár is. Illetve nagyon fontos azt is látni, hogy a sörexport amiatt is akadozott, legalábbis a korábbi magyar lakta területekre, mert a Kisantant államai azt mondták, hogy hát a magyar sör az egy ilyen revizionista termék, és ezt semmi esetre sem szabad beengedni az új országhatárok közé. Úgyhogy a felvidékre, Erdélybe, délvidékre, esetleg Burgenlandba szorult egykori magyar lakosság nem ihatott magyar sört a 20-as évektől kezdve. A sokféle vállalat alapítás mellett próbálkoztak más irányokkal is, tehát volt egy olyan kezdeményezés, hogy a söripari hulladékokból, mint az élesztő vagy a törköly, alapítottak egy tehenészetet, és akkor a tejeladásokból is haszonra tettek szert, illetve a tejet utána visszatudták tenni a csoki gyárba, és tejcsokit létrehozni, tehát nagyon sokféle irányba mentek a cégek, illetve végül még a nagyváradi lerakatot is egy sörgyárra át tudták építeni. 1927-ben bevásárolták magukat a szállodaiparba is, tehát megvették a Hungária Nagy Szálloda RT részvénytöbbségét, és így hozzájutottak a Dunapalotához, ami Ritz szállóként híresült el később, illetve megszerezték a Nemzeti Szállót is. 1928-ban bekebelezték a déli piacok előbb említett elvesztése okán csődbe jutott Nagykanizsai királyserfőzdét.
1929-ben pedig általánossá vált a panaszkodásuk a nagyon magas söradó miatt, amely hektoliterenként 15 pengőt tett ki. Ez átszámítva mai árakra olyan 45-50 ezer forintos adózást jelentene hektoliterenként. Miközben, ha jól számoltam, akkor ennek az adónak a mértéke ma nagyjából olyan 3000-3500 forint körül van. Másik problémát egyébként abban a korban, 1929-ben még a válság előtt a szállítási nehézségek jelentették, hiszen ugye Maláta kivitelnél a kisantant országok felé, de főleg Jugoszlávia felé olyan tarifákkal kellett megküzdeniük, melyek például a Budapestről Fiuméba, a legközelebbi tengeri kikötőbe 3-4 drágább volt Magyarországon vasúton szállítani, mint akár mondjuk Lengyelországból csak a kisantant országokon keresztül szállítva Malátát szintén a Fiumei kikötőbe. Tehát a kisantant, és itt Jugoszláviát értem, egyértelműen hátráltatta a magyar kivitelt. Ami ugye azért is volt vicces, mert akkor Fiume ráadásul Olaszországhoz tartozott, akik barátsági szerződést kötöttek Magyarországgal, és évi egy aranylíra, ilyen jelképes összegért a Magyarország használhatta szinte teljesen ingyen és bérmentve a fiumei kikötőt, csak hát ugye oda árut eljuttatni igencsak bonyolult volt, és ez vezetett el majd később egyébként 1930-as években a Duna tengerjáró hajózás kialakításához, amivel lényegében vízi úton kikerülték ezt a vasúti szállítási problémát, de ez egy másik történet, erről írom most a következő könyvemet egyébként. Aztán jött a nagy gazdasági világválság, és először úgy tűnt, hogy a sörfőzdék ebből jól fognak kijönni, legalábbis ott a koncentrációnál ez a három nagy, ugyanis szisztematikusan felvásárolták a csődbe jutott kapcsolataikat, így például a Liebig cégnek a teljes vagyonát megszerezték, textilgyárat átnevezték Dreher Hagenmacher textilművek részvénytársaságra. Ugyanakkor nyilván a szállodaipar megérezte az idegenforgalomnak a csökkenését, és végül 1933-ra a sörgyárakat is elérte a válság, ami lehetőséget adott a Dreher családnak, egészen pontosan Dreher Jenőnek, hogy a koncentráció két másik tagját, az első magyart és a Hagenmachert teljesen felvásárolja, és így a három vállalat egyesítésével még az évnek, tehát 33 novemberében létrejött a Dreher Hagenmacher első magyar részvénysörfőzde részvénytársaság, amivel lényegében a most tárgyalt első magyarnak az önálló története véget is ért. Na de, hogy lássuk, hogy mi történt utána még a céggel, 34-ben bekebelezték a Szent Lukács gyógyfürdőt, és elindították a szénsavas vizeknek és ásványvizeknek a gyártását és forgalmazását, nyilván a szállodáikban is. 1937-ben a Pesti Lloyd társulattól megszerezték a Mária Valéria utca 12-t, melyből szintén szállodát, illetve bérlakásokat alakítottak ki. 38-ban már magyar hajókon a tengeren túlra exportálnak malátát nagy mennyiségben. Aztán jön a világháború, ez újra nehézségeket hoz a cég életébe, egyrészt alapanyaghiány, munkások a frontra kerülnek, később a kőbányai pincékben német repülőgépgyárat alakítanak ki. Talán emiatt is létrehozzák 1943-ban a Richter céggel közösen a Paracelsus részvénytársaságot, amely a sörélesztővel próbál gyógyászati termékeket előállítani, de végül ugye húsfehérje pótlásra hoznak létre leginkább termékeket, keptamin, sertamin, stb. Erről megjelent a múltkor a Magyar Nemzetben egy cikkem, olvassátok el. Illetve utána ugye vége a háborúnak, és jön az államosítás, amellyel ugye az egész kőbányai komplexumot egybe államosítják, és megalakítják belőle a budapesti sörfőzést, a kőbányai sörgyárat. Az ekkor már egyébként a Dreherhez tartozó ugye Nagy Kanizsát azt leválasztják, az már előbb meg is szűnt sört főzni, és majd később a 70-es, 80-as években indítják be újra, úgy emlékszem. A soproni nyugat-magyarországi kőszegi sörfőzdéket is leválasztják, abból lesz a soproni, a pécsit is leválasztják, abból lesz a pécsi, és így lényegében ugye a mai napig létezik jogutódjában a Dreher cégben az egykori kőbányai, a
benne piciként az egykori első magyar, de valójában az első magyar története már 33-ban véget ért. Ez volt a Sör Doktor mai adása, találkozunk legközelebb is, sziasztok!